Kétperces felszólással következik Garai István Levente, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Kőszegi képviselőtársam nincsen bent. Őt kértem volna meg így személyes, hogy lenne szíves pontosan elmondani, hogy melyik egészségügyi beruházás volt szerinte fölösleges. Itt álljon ki az emberek elé, hogy X településen és a környezetében élő emberek számára biztosított egészségügyi hozzáférés fölösleges, nincs rá szükség. Ez, hogy általánosságban támadja ezeket a beruházásokat, elnézést kérek, ezt mindenféleképpen visszautasítom. Erről már egyébként volt egy-két szó. Szócska államtitkár úrnak meg kimondottan köszönetet kell mondjak azért a szavakért, ami hát feltételezem, hogy mély meggyőződésből hangzott el, vagy ne adj Isten elszólásból, amikor azt mondta, hogy az előző választási ciklusban, illetve abban az időszakban nem lehetett előre látni a 2006-os időszaktól később bekövetkező gazdasági világválság hatásait a magyar gazdaságra, illetve az egészségügyi ágazatra. Hát bizony ez így igaz. Ez így igaz, tehát nyilvánvaló, lehetne azt is mondani, hogy ha ez nem így van, hogy a gazdasági világválságot is az amerikai ingatlanpiac és az amerikai bankoknak a bedőlését is a szocialista kormány okozta, akkor persze ez nem lenne mentő körülmény. De kétségtelen, hogy a gazdasági világválság mindenféleképpen minden ágazatra, egészségügyre, oktatásra igencsak negatív hatással volt az elmúlt években Magyarországon. Úgyhogy még egyszer köszönöm ezt a megjegyzését. Szócska Miklós államtitkárulat illeti a szó két perces időkeretben. Bocsánatot kérek, én köszönöm a szót, elnök úr, de én nem ezt akartam mondani azzal, ez egy elég erős belemagyarázás. Én arra próbáltam utalni, hogy az, hogy mire van ma az embernek lehetősége, az jóval nehezebb a nemzetközi gazdasági környezet következtében, mint korábban volt. De ebben én, vagy ezzel együtt én utalni szerettem volna arra felelőtlenségre is, hogy milyen helyzetbe hozták mostanra az országot. Tehát én nem akartam visszamutogatni, én egy udvarias formában akartam, tehát bocsánat kérek, semmilyenre okot adó nem volt abban, amit én mondtam. Tehát a felelőtlenség alól senkit nem akartam én fölmenteni azzal, hogy időközben hogyan alakult a nemzetközi gazdasági környezet. Köszönöm szépen! Kétperces reagálása következik Varjú László, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen. A téma jelentősége miatt szeretnék ráerősíteni arra, amire Garai képviselőtársam felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban olyan fejlesztések születtek, és annak, amelynek eredményeként nem csak a jóval magasabb szakmai színvonal, hanem a működési költségeiben is jelentősen csökkentek azoknál az épületeknél, ahol ezek a fejlesztések megvalósulhattak. Akár a gázfűtés helyett egészen más jött létre, kiskunmajsai szakrendelőnél földhőszondás megoldás van. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a megvalósult fejlesztések, ezek messze nem tartozhatnak abba, és biztosan nem tartoznak arra, amerre Kőszegi képviselő is esetleg gondolhatott, mert hogyha most Pest megyéből indulok ki, a múlt héten került átadásra ugye a Szigetszentmiklósi szakrendelő, amely 100 000 embert lát el, és emellett Pest megyében ugye Szentendre, Érd és Dabas az általa, ahol polgármesterként dolgozik. Tehát ezeken a területeken biztos, hogy nem politikai döntések születtek, és csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy mind a négy településnek most is, és az elmúlt ciklusban is mind a négy településnek fideszes polgármestere volt. Tehát éppen hogy arról szól a történet, hogy igenis, ahol a legfontosabbak, és messze nem politikai döntés született e tekintetben, hanem ehelyett ennek a szakmai felelősségével és annak áttekintésével született meg a döntés. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy arra a levélre, amelyet Garai képviselőtársam kezdeményezett, hogy ha van ilyen, hogy bárhol politikai döntésről tudnak, akkor tessék kiállni, bemondani és felsorolni azt, mert megítélésem szerint nem született ilyen döntés, ennek ilyen fejlesztési megvalósulásról nem tudnak önök beszámolni. Köszönöm szépen! Szócska Miklós államtitkár úré a szó, két perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tudunk vagy akarunk, ez itt a kérdés. Tehát
Én tudnék önnek most olyan fejlesztést mondani, ami semmi más nem szolgál, csak egyfajta politikai szükségszerűséget. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen fejlesztésekkel kapcsolatban 5 éves fenntartási kötelezettségünk van. Tehát az, az igazság, hogy amikor mi ezeket a korábban rendszer stratégia nélkül és bizonyos részben politikai befolyás alatt hozott döntéseknek a következményét a nyakunkba vettük, akkor azt a terhet is magunkba vettük, hogy meg kell találnunk ezekre a rosszul célzott fejlesztésekre a jövőbeni fenntarthatóságnak a modelljét. Tehát én nem mennék bele, én készséggel álló képviselő úr rendelkezésére, hogy nézzük végig akár ezeket, én be tudom bizonyítani ennek a patomechanizmusát, hogy hogyan zajlott ez. Sajnálatos módon nem volt rendszer stratégia ezek mögött, a döntések mögött, és nagyon bekorlátozza a mi rendszer, egy szakmai bizonyítékon alapuló rendszerfejlesztésnek a lehetőségeit, az a kényszerhelyzet, amivel nekünk találkoznunk kellett az érkezésünkkor. Tehát készséged, ez nem itt a nemzet érdekében, ez nem egy itt lefolytatandó vita szerintem. Köszönöm szépen. 2 perces felszólása következik. Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a kényszerhelyzet, amivel a Fidesz kormány találta magát szembe, az volt, amit saját maga állított, túlfokozta a várakozásokat. Tehát azt mondani, hogy itt lukas volt a kassa, egyszerűen nem igaz. A tartalékokból vették meg 500 milliárdért a MOL kötvényeket. Tehát ez az előterjesztés szigorúan a megszorításokról szól. 2-ről 3-ról. Ezt már önök termelték. A Semmelweis terv, ami egy kormányhatározat jelenleg, újraélesztett egészségügy címmel, ezt szintén önök generálták, és megszorítások sorozatát tartalmazza. Úgyhogy én nagyon köszönöm államtitkár úrnak a lehetőséget, hogy megmutatja nekünk, hogy önök szerint miért volt elhibázott ezeknek a rendelőknek a fejlesztése, mert igenis volt benne rendszerstratégia, az, amire utaltam, hogy ezt a fejnehéz szerkezetet, amiben túlnyomó a optimálisnál sokkal nagyobb arányt képviselnek a kórházi ágyak, át kell vinni a szakrendelők irányába. Jól felszerelt, decentralizált szakrendelőkre van szükség, hogy ne is betegedjenek meg az emberek, hogy a betegség első szakaszában meg lehessen őket gyógyítani, és ne kelljen a sokkal drágább kórházi kezelésbe részesíteni őket, és a leszmód konzultációra van még néhány javaslatunk, hogy lehetne a kórházakat a rendelők irányba átstruktúrálni, de ez, amit most behoztak, ez az önök megszorítása. Köszönöm. 2 perces felszólásra következik Puskás Tivadar, a KDNP képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársam, én úgy gondolom, hogy a 8 évet nem tudjuk egy év alatt behozni. Nem arról beszéltünk, hogy átvesszük a kormányzást, és akkor minden jó lesz. Tudtuk, hogy nagy baj van. Tudom, hogy lejárt az idejük, úgyhogy ilyenkor már nehéz persze szólni, de Kérem szépen, nem arról beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy igen, keservesen megkaptuk az országot üres kasszával. Lehet, hogy nem lukas volt, de hogy üres volt, az egészen biztos. Úgyhogy ezt próbáljuk most, ezt a szegény országot való igaz újraéleszteni benne az egészségügyjel együtt. Köszönöm. 7 perces felszólása következik Horváth Zsolt, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Garai képviselő úr említette Kecskeméttel kapcsolatos beruházást. Őszintén szólva én ilyen nagy léptékű beruházás megvalósulására nem emlékszem a kórházban a ciklus alatt, az önök 2 ciklusa alatt. Az tény, hogy a Pólus kórházra gondol, ugye? Jó, hát azt majd ezután fogjuk kifizetni, és ezután fog megvalósulni. Tehát ott még egy fillér
nem történt. Képviselőtársaim, kis figyelmet kérek. A döntést önök meghozták. Ezt képviselő úr, egy pillanatra félbeszakítom. Tisztelt képviselőtársaim, tudom, az idővel való gazdálkodás komoly nehéz művészet, és adott esetben a közvetlen dialógussal is sok mindent el lehet érni, de egy terem falain belül a házszabály szerint lehet csak hozzászólni. Látom a készséget az alkotó vitára, akkor majd utána a folyosón folytassák le. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, tehát a döntést meghozták, így van, képviselő úr, de kifizetni mi fogjuk. Tehát ez a helyzet állt elő. Viszont, amiben sajnos nem tudtunk előrelépni, és ez nem az ön bűne, eddig Kecskemétre nagyon szerettük volna, hogyha az a hemodinamikai labor az finanszírozásra és működésre kerül. Ezt azt kell mondjam, egészen idáig kormánytól függetlenül nem sikerült megoldanunk. Talán ez a pólusberuházás ez majd ezt a problémát is rendezni fogja, de tény és való, hogy ezt kifizetni Magyarországnak majd most kell. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Puskás képviselő úr a passzív táppénz és a lábtörés viszonyáról beszélt. Én most a lábtörés és az aktív feladatellátás kell bejelentsem. Kis Sándor, Jobbik következő képviselő úr, a lábtörése miatt a múltkor lehetőséget kapott ülve beszéljen. Nyilván, ha szükséges, most is nyugodtan tegye meg. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, államtitkár úr, kedves képviselőtársaim, köszönöm. Hát ámulattal hallgattam itt a szocialista és a fideszes képviselőtársaimat, hogy hogyan képesek órákig vitatkozni egy olyan előterjesztésről, amivel tulajdonképpen egyetértenek. Mindjárt megvilágítom önöknek ezt a kérdést. Én a gyógyszer forgalmazásra vonatkozóan szeretnék az előterjesztésről egy pár gondolatot elmondani. Az államtitkár úr már kifejtette, hogy legfontosabb cél ugye a gyógyszerkassza megtartása, tehát ez az előterjesztés 26,3 milliárd forintról szól. Hogyan kívánja ezt a kormányzat megvalósítani? Alapvetően az előző kormányzat intézkedései mentén. Mik is ezek? Ugye a gyógyszerismertetők után eddig a cégeknek évente 5 milliót kell fizetni, most az új kormányzat azt mondja, hogy 10 milliót kell fizetni. A gyógyszergyáraknak ugye 12%-ot kellett befizetni a támogatott gyógyszerek után, most azt mondja a kormányzat, 20%-ot kell befizetni. Semmilyen új elem nem jelenik meg a kormányzat intézkedései során, ami ne jelent volna meg még a Gyurcsány éra idején. Önök mégis képesek elvitatkozni már órák óta erről, ahelyett, hogy valójában az előterjesztésről beszélnénk, és az előterjesztés néhány homályos pontjára kaphatnánk választ. Azt már én leszeretném szögezni, itt sokat hallottunk arról, hogy szegény gyógyszergyártók hogyan fognak jótékonykodni, hogyan fognak adakozni, hogyan fognak fejleszteni. Én felszeretném a képviselőtársaim figyelmét hívni arra, hogy a gyógyszergyártó cégek, azok ugyanolyan cégek, mint az élelmiszeripari cégek, vagy bármilyen más cég, számára a legfontosabb a profit. Tehát senki se gondolja azt, hogy valamilyen jótét lelkekkel van dolgunk. Aztán még arra is felhívnám a figyelmüket, esetleg az interneten, ha rákeresnek, hogy milyen óriási profitra tesznek szert, például akár a generikus gyógyszergyártók. Tehát senki ne sajnálja őket, én arra hívnám fel a képviselőtársaim figyelmét. Amit én hiányolok igazából ebből az előterjesztésből, tényleg már az előbb rávilágítottam, az eredeti gondolat. Tehát azt tudjuk mindannyian, hogy ez a gyógyszer támogatási rendszer, ez nem jó. Tehát ez alkalmat ad a korrupcióra, a lobbizásra, mindenféle befolyások érvényesülésére. Tehát ezen a gyógyszer támogatási rendszeren alapvetően a Jobbik szerint változtatni kell. A másik nagy problémánk, hogy egyszerűen valójában nem foglalkoznak a lakosság gyógyszer terheivel. Hogy ezt egy picit könnyebben vagy jobban megvilágítsam, 2010-ben a lakosság gyógyszer kiadásai 234 milliárd forintot tettek ki. Ebből a vén nélküli gyógyszerek 120 milliárd volt, a patikai térítések pedig 114 milliárd forint. Ezzel a 120 milliárddal a kormány egyáltalán nem foglalkozik. Próbálom példával illusztrálni, ha egy betegnek felírnak egy
mondjuk tegyük fel antibiotikumot, ezért fizet 1000-2000 forint között, ennyi lesz a térítésed. De még ehhez az antibiotikumhoz vásárol lázcsillapítót, megfázás elleni szert, köptetőt, orrcseppet, stb. Mire megkapja a blokkot, akkor kb. 5000 forintot fog fizetni, holott a támogatott gyógyszer, annak a térítése az 1500-2000 forint. Az állam ezt a vény nélküli gyógyszerszegmenst teljesen nem foglalkozik vele az állam. Teljesen rábízza a piacra. És ugye már aki néz tévét, azt láthatja, hogy a tévé reklámok jelentős része az gyógyszerreklámokkal van tele. Vannak itt orvos kollégák, felhívnám a figyelmüket arra, hogy ugye van a fónó, ők tudják mi ez a szabványos vénymintás jegyzéke. Ez valamikor úgy alakult ki, hogy még a 19. század végén ez volt az eredete, hogy voltak, tehát drágák voltak a gyógyszerek, és összeállítottak egy olyan gyógyszerpalettát, ami a szegények számára is megfizethető volt. Na most úgy gondoljuk mi, Jobbik, hogy igenis a kormányzatnak figyelnie kellene arra a valóban sokat hallott mély szegény rétegre, akinek számít az, hogy egy lázcsillapító 100 vagy 200 forinttal többe kerül. A kormányzat szociálisan teljes mértékben érzéketlen ebben a vonatkozásban. Mi legalábbis ezt tapasztaljuk. Én falusi gyakorló patikusként igenis nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy bejön, és számít az, hogy az a lázcsillapító 100 forinttal többe kerül, vagy pedig kevesebbe. Gondolhatják azt, hogy talán nem egy nagy megtakarítás lenne ez, 5-10 milliárd forint. Ezt most csak megsatszoltam. De arra gondoljunk, hogy ez az 5-10 milliárd forint annál a valóban mély szegénységben lévő rétegnél jelentkezne, ahol ez hatványozott súllyal jelenik meg. Tehát ezen előterjesztés kapcsán én arra hívnám fel az államtitkár úr figyelmét, hogy igenis erre a vény nélküli, valóban olcsó gyógyszerpalettának a megteremtésére fordítsanak figyelmet. Mert önök, még egyszer mondom, önök teljesen rábízták ezt a piacra, még olyan áron is, hogy igyekeznek, hogy a támogatotti körből minél több gyógyszer kerüljön ki, és akkor azzal már az országos egészségügyi biztosítási pénztárnak nem kell foglalkozni. Szerintünk ez teljesen helytelen megoldás. Vannak orvoskodák, még egyszer példálózni szeretnék. Tehát van egy kálium-magnézium-aszpartát tartalmú gyógyszer. Ugye az, amíg támogatott volt, nullával támogatott, de rajta a közgyógylistán. Most már nincs rajta a közgyógylistán, szabadáras, és ez azt jelenti, hogy jóval többért kell megvásárolni a betegnek, holott ugyanezt a tartalmú készítményt fele annyiért is lehetne a betegek rendelkezésére bocsátani. Tehát mi ezt még egyszer nem győzzük hangsúlyozni, hogy a kormányzat, az egészségügyi kormányzat legyen szociálisan érzékeny. Sokszor elmondom ezt, mert ez nagyon fontosnak tartjuk. Tehát az, amikor látom a tévébe, hogy jön az elefánt, és milyen jó lesz az a fájdalomcsillapító, vagy lázcsillapító, és akkor azért fizet 7-800 forintot a 12 szemért, de ugyanakkor meg lehet kapni a 20 szemest 310 forintért, úgy, hogy még a gyógyszergyártónak, a 310 forintos gyógyszergyártónak még így is hatalmas haszna van. Tehát ezt mi nem győzünk hangsúlyozni. És lehet, hogy kicsi a megtakarítás, újfent elmondom, 5-10 milliárd forint a lakosságnak, de ez az 5-10 milliárd forint valóban a szegény rétegnél jelentkezik. És mi arra kérjük a kormányzatot, hogy arra a legfontosabb, tehát a OTC, tehát a vény nélküli hatóanyagokra állítson össze egy valóban egy olcsó gyógyszerpalettát, és ezt valamilyen módon biztosítsa a lakosság számára, mert szerintünk ez kivitelezhető. A másik gyakorló gyógyszerészként, én úgy látom, és nem pénzkérdés, még egyszer mondom, a magisztrális gyógyszer alapanyagokkal való ellátása a gyógyszertáraknak. Erre a kormányzat nem fordít figyelmet, holott egyrészt költségmegtakarítást jelentene, tehát a betegek számára is, másrészt pedig ugye hozzájuthatnának a betegek ahhoz az évtizedek óta, vagy akár évszázad óta bevált gyógyszerekhez, amihez most nem jutnak hozzá azért, mert az alapanyagot a patikákban nem lehet beszerezni. És újra arra utalok, ez nem pénzkérdés, ez csak intézkedés kérdése. És megint példálózok. Van egy ezüst protein tartalmú orrcsepp, orvos kollégáknak, ami már az első magyar gyógyszerkönyvben hivatalos volt. Nem lehet beszerezni, ugyanakkor be lehet szerezni egy ugyanilyen tartalmú
gyári készítményt, csak természetesen drágában. Holott semmi más nem kellene, csak intézkedni a kormányzatnak, hogy ez az alapanyag beszerezhető legyen. És nem csak az alapanyagok, hanem igenis a kormányzat ügyeljen a magisztrális gyógyszer készítésnek a fejlesztésére is. Új hatóanyagok bevonására, stb. Hát ugye ez a megszorítás mindenképpen megszorítás lesz, bár én ezt a megszorítás szót nem is használnám ilyen vonatkozásban, hanem ez a 26 milliárdos megtakarítás a gyógyszerkasszának, ez bizony érinteni fogja a gyógyszertárakat is. És méghozzá nem is kismértékben. Tehát, hogyha a gyógyszerek termelői ára csökken, reméljük a generikus program áldásos hatásainak következtében, akkor bizony a gyógyszerek ár és tömege is csökken. Tehát a gyógyszertárak, az eddig is igen kellemetlen helyzetben lévő gyógyszertárak, nehéz helyzetben lévő gyógyszertárak még nehezebb helyzetben lesznek, mert az ár és tömegük csökken. Én olvastam a kormányzati előterjesztést, és ott számot is láttam, ha jól emlékszem, államtitkáról lehet, hogy tévedek, hogy 3 milliárd forinttal is érinthetné kedvezőtlenül a gyógyszertárakat ez az intézkedés, majd legyen már szíves. Akkor lehet, hogy nem jól láttam, tehát, de én úgy emlékszem, hogy tehát ez a gyógyszertáraknak, ez a 26 milliárdos megtakarítás a gyógyszertárakat mindenképpen kedvezőtlenül érinti. Én elvártam volna az egészségügyi kormányzattól, hogy mert eddig mindenki saláta törvénynek nevezi ezt a csomagot, én inkább már kiskert törvénynek nevezném, ugye, mert a saláta az közös tőről fakad. Tehát úgy gondolom, hogy a kormányzatnak igenis hozzá kellett volna nyúlni a gyógyszer árrés kérdéséhez. Az alacsonyabb áru gyógyszereknél magasabb ár is kellett volna biztosítani. Legalább tették volna meg ezt jelképesen egy pár százalékkal, mert felhívnám a kormányzat figyelmét, hogy Magyarországon a gyógyszerek kiskereskedelmi ára az Európai Unióban talán leghátul kullog. Egyel vagyunk előrébb. És ahhoz, hogyha a kormányzat a generikus programot igazából szeretné megvalósítani, ott igenis szüksége van a gyógyszertárak támogatására és a gyógyszertárak ösztönzésére. Megragadnám az alkalmat itt arra, hogy felhívjuk a kormányzat figyelmét magára a generikus programra. Tehát úgy gondoljuk, hogy tudjuk azt, hogy sokféle egyéb összetevője is van a generikus árképzésnek, de még a generikus gyógyszerek ára még így is, tehát nem csak európai összehasonlításban magas, hanem abszolút értékében is magas. Tehát a mi elképzelésünk szerint igenis a kormányzat beléphet a generikus piacra. Méghozzá úgy, hogy saját maga jelenik meg, mint generikus forgalmazó, gyártóforgalmazó. Tudom, hogy kicsit olyan újnak és meredeknek tűnik ez a gondolat, de igenis maga azokra a generikus hatóanyagokra, amiből sok fogy, igenis maga az OEP is előállhatna olyan generikus készítménnyel, és a nagykereskedelmi forgalomba hozhatna maga az OEP is olyan generikus készítményt, aminek semmi más termelői költsége, tehát amin semmi más költség nem lenne, csak maga a gyártás és a forgalmazás költsége. Nem lenne rajta az a 30-40-50%-os rabat, amit kínálnak a generikus gyógyszergyártók, csak azért, hogy az ő termékük fogjon, semmilyen promóció, marketing, orvostámogatás, meg stb. Nem lenne rajta. Tehát a beteget ne terhelje más, csak a gyártás költsége és a forgalomba hozatal költsége. És a megítélésünk szerint igenis ez kivitelezhető lenne, csak ehhez komolyabb kormányzati munkára lenne szükség. Felhívnánk még itt a kormányzat figyelmét, itt eltolódások vannak. Tehát úgy érzük, hogy természetesen a Gyurcsány érát folytatják önök is. Tehát a gyógyszerismertetőket beállítani úgy ebben a vonatkozásban, tehát a gyógyszerismertetőket beállítani úgy, mint valami csúnya, rossz, ilyen megvesztegető embereket, mi ezt teljesen helytelennek tartjuk. A gyógyszerismertetőnek az a feladata, vagy az volt régen a feladata, hogy az orvos figyelmét szóban felhívja az új terápiás készítményekre, stb. De most ugye úgy vannak beállítva a gyógyszerismertetők, mint gyógyszerügynökök. És ezt mi teljes mértékben helytelennek tartjuk. Tehát
Mi úgy gondoljuk, hogy a gyógyszereknek értékükön kellene a betegekhez kerülni. Tehát amennyibe annak a gyógyszernek, annak a generikumnak az előállítása kerül, olyan értéken kerüljön magához a beteghez. Vannak az előterjesztésnek pozitív pontjai, tehát ennek a saláta kiskert törvénynek, amiket igenis mi támogatni tudunk. Módosító javaslatokkal természetesen majd próbáljuk jobbá tenni ezt a törvényjavaslatot. Mégis látunk benne olyat, ami számomra elég fura, az, hogy a házi orvosnak megvonják. Tudom, hogy eddig egy évig vonhatták meg a támogatott vényírási jogát, most egy hónapig vonják meg, hogyha valami bakit követel. Számomra ez azért fura, mert egy faluban, hogyha valakinek megvonják a támogatott vényírási jogát, akkor gyakorlatilag egy hónapig nem tud dolgozni. Tehát ez, úgy gondolom, ezzel a paragrafussal valamit kezdenie kellene a kormányzatnak, mert ez abszurdum. Nem is tudom, hogy egyáltalán volt-e példa arra, hogy valamelyik orvosnak megvonták egy évre a TB támogatott vényírási jogát, mert akkor gyakorlatilag egy évig nem tud az illető dolgozni. A következőkben még az államtitkár úrnak szeretnék néhány kérdést feltenni, csak úgy látom, lejárt az időm, akkor majd nyomok. Az időkeretes tárgyalásnál a frakció gazdálkodik az idővel, nincs 15 perces köszönöm keret, szépen. Bátran folytassa. Köszönöm. Az lenne az államtitkár úrhoz majd a kérdésem, hogy ugye a referencia ársávot a 30%-ról leszűkítik 5%-ra. Nem gondolják-e azt, hogy így a gyógyszerpaletta egyrészt szűkül, és az emelt támogatott gyógyszerekhez való hozzájutása a betegeknek szűkül? Tehát mi erre módosító javaslatot is nyújtanánk be, arra vonatkozólag, hogy igenis közgyógyra és kiemelt támogatásban valóban érvényesüljön ez az 5%-os sáv, de úgy gondoljuk, hogy például emelt támogatásban nem célszerű kizárni azokat a gyógyszereket, ami ezen a szűk 5%-os referencia sávon belül van. Hogyha erre majd a miniszter úr válasz, és az államtitkár úr választ adna. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, hogy később folytatom, mert sok lesz. Köszönöm, képviselő úr. Két percre két szót, Puskás Tibor, a KDNP képviselője, ön következik. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, nagyon szimpatikus dolgokat mondott, és nyilvánvalóan jó néhány mondatát az egészségügyi kormányzat megfontolja, és különösen a magisztrális készítményekkel kapcsolatos kérdés volt olyan, úgy gondolom, és bólogat Szócska államtitkár úr, úgyhogy valahol találkozunk a dologban, olyan, ami tovább gondolásra tart igényt. Azt azért csöndesen mondom, hogy nem a Gyurcsány kormány folytatása ez a mostani egészségpolitika, úgyhogy ebben egy kicsit azért eltér a véleményünk. Alapjában véve a generikumok itt is kiemelt szerepet kapnak ebben a törvényben, és a házi orvosi vényfelírás egy hónapos szilenciuma az számomra is nehézséget okozott, végig gondolván azt, hogy valaki vidéken vagy faluba egyedül ott lévő körzeti orvos. Két dolgot szeretnék ehhez mondani. Az egyik az, hogy, és említette képviselő úr, az egyik az, hogy ugye az előző törvényben ottan egy év szerepelt. Úgyhogy most akkor 1/12-ére csökkent az idő. A másik meg azért úgy fölöslegesen nem szokták ezt a szankciót alkalmazni. Úgyhogy végig gondolandó az, hogy
ennek mi volt az oka? Lehet, hogy ide egy valamiféle bizonytalanítási feltételes mód beteendő a törvényszövegbe, de ha arra gondolunk, hogy lejárt az időnk, akkor befogom a számot, igen, folytatom majd. Köszönöm szépen. Elnézést, lekötött a felszólalása, és nem figyeltem pontosan az időt, úgyhogy még van a KDNP keret, úgyhogy folytathatja majd. Megadom a szót két percben Kis Sándornak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tehát én, mikor beszéltem, én csak az előterjesztésről beszéltem, és amikor a Gyurcsány érára utaltam, akkor nem az egészségpolitikára, csak arra, hogy gyakorlatilag nem nagyon különbözik ennek az előterjesztésnek az alapvető megjelenése, mint az, ami volt a Gyurcsány érában. Tehát nem az egészség, nem a Fidesz és a Gyurcsány egészségpolitikáját és a Gyurcsány féle egészségpolitikát hasonlítottam össze, hanem csak kimondottan az előterjesztésről beszélem. Tehát nem kívántam túlterjeszkedni ezen. Köszönöm. Két perces felszólalása következik, Horváth Zsolt, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Kis Sándor képviselő úr, az ön által felvetettekből két olyan dolog van, amire azt gondolom, hogy teljes joggal hívta fel a figyelmet. Az egyik ez a fonós készítmények ügye. Szerintem ez egy méltatlanul elfeledett műfaja a gyógyszerelésnek. Ebben részben a kollégák is okozói, részben pedig nyilván a gyógyszergyárok érdeke az, ami hát ez csökkenti ezt a...